Feketicsi népdalokat énekelnek a gyerekek. A nagykunsági alkotótáborban a helyi hagyományokat is megismerhették a kézműves foglalkozások során. Több mint 70-en vettek részt a táborban, ahol gyöngyfűzés, agyagozás, kerámiafestés, jász, hímzés, nemezelés és makramézás, azaz csomózás mellett, még a Pannon tenger világát is megidézték a kreatív foglalkozások alatt. Fára, kavicsra is festettek a gyerekek. Elég sok oldalúan tudtak fejlődni, és egy nagyon jó kis közösség alakult ki. Nagyon jó volt látni azt, hogy a különböző generációk milyen szépen együtt tudnak működni, és hogy mennyire értékelik egymás munkáját is, tehát segítettek egymásnak. Őseink tudása sosem volt időszerűbb. A természet és helyben is felelhető anyagok használatával a gyerekek nem csak a múltat ismerik meg jobban, hanem felkészülnek a fenntartható jövőre is. Fontos a gyerekeknek, hogy megtanulják a természet közelségét, hogy megszeressék újra a természetet. A nagy múltú tábor Tóth Harangozó Vera kezdeményezésére indult el 1995-ben. A Bársfeketehegyi Művelődési Egyesületben már a szeptemberi születi napokra készülnek. Az idén 50. alkalommal tartják meg a rendezvényt.